Október 1-jét 1975-ben nyilvánították a zene világnapjává a világhírű hegedűművész Yehudi Menuhin ajánlására. A kezdeményezés célja, hogy a sokszínű muzsika segítségével közelebb hozzák egymáshoz a különböző embereket és kultúrákat. Több mint 10 éve, hogy a székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola diákjai műsorral örvendeztetik meg a fehérváriakat október 1-én. Köszöntőjében Király István, az oktatási intézmény főigazgatója elmondta, a zene az érzelmek, a történelem, a kultúra és az emberi lélek legmélyebb rétegeinek tükre. Gyakorlatilag minden évben a zeneiskola falai közül kihozzuk a zenét, a növendékeinket, a tanárainkat, és itt a székesfehérváriakat megörvendezte egy utcazenével. Különböző szinten ugye nem csak a középiskolásaink, hanem az alapfokú növendékeink is ilyenkor fellépnek itt. Viszonylag széles terjedelmű műsort tudunk minden évben összehozni, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk mindig ezt a napot, és készülünk rá. Az alapfokú képzésben résztvevők, vagyis a zeneiskolások és a művészeti szakgimnazisták egymást követték idén is egy közel 2 órás műsorfolyamban a Pipó torony előtti színpadon. A színvonalas produkciókban komoly zenei darabok és népdalok csendültek fel. A zeneiskola és a zeneművészeti szakgimnázium tanulói klasszikus zenei, népzenei produkciókkal is készültek, fúvósok, gitárosok, népzenészek, mindenféle produkció lesz, nagyon színes a műsor egész 2 órán keresztül. A zene világnapjához kapcsolódó városi közös ünnepet október 3-án tartják, amelyen a hagyományoknak megfelelően számos kórus és hangszeres formáció fellép majd.